húsvét alkalmából fokozott ittaság elnézést tartunk. Kérdésem, hogy a nap folyamán fogyasztott-e szaszos italt? Minden évben húsvét körül elhangzik ez a kérdés. A rendőrség az ünnep előtt és alatt is fokozott ellenőrzést tart, megpróbálva kiszűrni az ittas vezetőket. Az ittas vezetés sajnos a húsvéti időszakban gyakrabban fordul elő, mint más egyéb időszakban, hiszen az ünnep jellege miatt talán ilyenkor egy picit többen fogyasztanak alkoholt, de én mindenféleképpen arra hívnám fel a járművezetők figyelmét, hogy ebben az időszakban is felelősen gondolkodva gépjárművezetés előtt, illetve gépjárművezetés közben ne fogyasszanak szeszes italt. Ki is ugrott. Köszönöm szépen. Akinél fújás után a szonda nem jelzett ki, az ajándékot választhatott, vagy alkoholmentes sört, vagy csokinyuszit kapott a rendőröktől. 72 óta van jogosítványom, még 10 ülőbüntetést nem fizettem. Mi ötször haigazoltattak a 72 óta. Köszönöm szépen. További szép napot, kellemes ünnepeket kívánok mindenkinek. Bár a rendőrség minden évben felhívja a húsvéti fokozott ellenőrzésre a figyelmet, sok autó számára az alkohol ugyanúgy hozzátartozik a húsvéthoz, mint a sonka vagy a locsolás. Nagyon elítélendőnek tartom, mivel mások testi épségét veszélyezteti, illetve az életével játszik. Hogy idén mennyire volt eredményes a rendőrség felhívása, az a jövő keddi összegzésből derül ki.